Jó napot kívánok, ez a Déli Híradó főbb híreink következnek röviden. Tömegek győzelmi mámorban Magyarország az első a csoportjában a labdarúgó EB-n. A bevándorlással kapcsolatban Európában a magyar álláspont kezd általánosan elfogadottá válni, mondta Szijjártó Péter, és nem vesz részt semmilyen választási összefogásban 2018-ban az LMP Schiffer távozásával nem változik a politikájuk. Felrobbant kedden este Budapest belvárosában a hangulat. Öröm itt, a szurkolók lepték el az utcákat, jókedvükkel teljesen megbénították a közlekedést, a villamosok sem jártak. A nemzetközi sajtóban is kiemelten foglalkoztak a magyar foci keddi sikerével. Ausztriában a magyarokkal közösen ünnepeltek az osztrák szurkolók is. A magyar csapat évtizedek óta nem tette ennyire boldoggá a hazai szurkolókat. Kedden este a hangulattól felrobbant a belváros. Örömittas magyar drukkerek lepték el az utcákat, megbénítva a közlekedést. A Nagykörúton a Király utcánál a 4-es-6-os villamosokat sem engedték tovább 3-4-8 és este 10 között. Helyszíni beszámolók szerint az volt a probléma, hogy túl sokan voltak a Margit szigeten, ami már a meccs előtt is problémát okozott, de a fantasztikus 2-0-ás végeredménytől felbuzdulva egyszerre indult meg a felturbózott tömeg. Az autósok dudaszóval fejezték ki örömüket, a főváros nem volt felkészülve ekkora örömünnepre, de a közlekedők voltak éppen nem bosszankodtak. A magyar győzelemnek a nemzetközi sajtóban is nagy a visszhangja. A West Bromwich kedden a Facebookon tett közzé egy videó összeállítást, volt játékosuk, Gera Zoltán legszebb megmozdulásai voltak láthatók. A brit BBC a Ferencváros középpályását választotta a meccs legjobbjának. Azt írják Geráról, hogy az egész mérkőzésen uralta a középpályát, hiszen mindenki másnál több szerelést mutatott be az Európa-bajnokságon. Az Ausztriában szurkoló magyarok a mérkőzést követően az osztrákokkal közösen ünnepelték az eredményt. Szomszédjaink sportszerűen gratuláltak a győzelmünkhöz. Nagyon jó volt a meccs, én Neville apukámmal szurkoltam, és osztrák, ezért is vicces volt, mert ugye magyar blokkban voltunk benne, és nagyon jól beszél, ugye megtudt 30 évesen magyarul, mert vannak azért magyar családtagok, de mégiscsak azért én teljesen Magyarországon szurkoltam, és szerintem nagyon jó volt. Grózli György szerint akkor sem lett volna semmi baj, hogyha döntetlent játszottunk volna az osztrákokkal, mert ők a Neville apjával biztosan örültek volna annak az eredménynek is. Megkérdeztük az utcaemberét ma délelőtt, hogy mekkora örömet szerzett a csapat a járókelőknek. Íme. Szerintem másnapra ébredtünk a foci miatt. Ez egy gyógyszer a magyar népnek. Hogy nyertünk, hát ez csoda volt. És ez egy fordulópont volt a magyar labdarúgó történelemben szerintem. Jó volt, óriási volt. Tegnap egy csodálatos meccset láttam, ez a két góllal nagyon meglepett a magyar válogatott. Szerintem már ráfért a magyarokra. Hogy egy pici boldogság ráfér a magyarokra. Erre számított? Hát fogadtam, vagyis tipmixre tettem és nyertem is. Komolyan? Igen, igen. Eltaláltam? Persze. Hát nem a 2-0-at, hanem a magyar győzelemre. Végigvonultunk egész Pesten, elmentünk a Blaha térig, és ott ordibáltunk egész este, körülbelül éjfélig. Nagyon jól éreztem magamat. Fiatal koromban néztem, vagy 40 évvel ezelőtt, állandóan, és most újból elkezdtem. Most már mindent fogok nézni, minden magyar meccset, EB-n. A szurkolók is nagy meccset vívtak tegnap este a lelátón. A közvetítésből tisztán lehetett hallani, hogy legalább egyenlő erőt képviselnek az osztrák szurkolókkal, pedig azok valószínűleg többen voltak. Mára már büszkén érezhették, hogy aktív részesei a dicsőségnek. Bordóból jelentkezik Somos András. Hogy itt Bordóban a második fél időben valami egészen elképesztő teljesítményt nyújtottak a fiúk, hogy sikerült ez, az persze köszönhető annak is, hogy az osztrákok, ahogy egyébként haladt előre az idő, és bevertük azt a, vagy beküzdöttük azt az első gólt, azért mondom így, mert hát a nézők voltak a 12. játékos, higgyék el, aki ott volt a stadionban, mindezt érezte, hogy befújták a labdát, Szalai Ádám olyan gólt rugott, hogy felrobbant a stadion, és onnantól kezdve az osztrákok futottak az eredmény után, és aztán jött a kiállítás, és megpecsételte a sorsukat, ezt követően pedig 84. percben Stieber Zoltán hát beemelte azt a gyönyörű gólt. A mérkőzés után Ben Stork azt mondta, hogy álom valósult meg, és hogy gratulál a csapatnak, mindenkinek. A következő mérkőzése 18-án Marseille-ben kerül sor, természetesen az ATV híradójának és műsorainak jelenlétével.
Az elmúlt napokban nem történt komoly magyar szurkolókat érintő esemény Franciaországban. Szijjártó Péter szerint egy magyart vettek őrizetbe a francia rendőrök, nála egy boxert találtak, ő már ma bíróság elé állhat. A külügyminiszter azt mondta, a magyar-izlandi meccs helyszínén Marseille-ben arra kell számítani, hogy a rendőrök sokkal szigorúbban lépnek majd fel. Az utcán nem lehet alkoholt fogyasztani, és a hatóságok arra kérik a szurkolókat, hogy egy helyről a tengerparti szurkolói zónából induljanak majd a meccsre. A külügyminiszter szerint a tegnapi mérkőzést megelőzően az osztrák sajtóban megjelent cikkeket megpróbálták a magyarokkal szembeni hangulatkeltésre felhasználni. Ezt nem tartjuk helyesnek, szerintünk a sportban nincsen helye az ilyen típusú politikai motivációjú hangulat és érzelemkeltésnek. Tényleg csak halkan szeretném mondani, nem összekeverve dolgokat. Az elmúlt időszakban az bebizonyosodott, hogy a bevándorlási tekintetben a velünk szemben oly hangos osztrák állásponthoz képest inkább a magyar álláspont kezd az európai állásponttá válni. Stratégiai megállapodást kötött a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a szorosabb együttműködés révén a családokat érintő döntések előtt hatékonyabban tudnak majd egyeztetni. A NOE az első civil szervezet, amellyel stratégiai megállapodást kötött a minisztérium. Eddig is nagyon aktív volt a kapcsolatunk a NOE-val, ahogy a többi családszervezettel is, de ez a stratégiai megállapodás most egy olyan fontos mérföldkő, amely arról szól, hogy ezt a jelenleg is jól működő együttműködést formalizáljuk. Az LMP újra kimondatná holnap kezdődő kongresszusán, hogy önállóan készül a 2018-as választásokra, és nem állnak be a baloldali összefogásba. A Magyar Nemzet birtokába jutott határozati javaslatban megerősítenék a korábban elfogadott határozatukat, amiben elutasítják a szövetségi politikát. Ezzel szeretnék jelezni, hogy Schiffer András nélkül is ugyanúgy önállóságpárti marad az LMP. Az indítványt Szél Bernadett társelnök, Hadházi Ákos és Ungár Péter önkormányzati képviselő, illetve Keresztes Lóránt elnökségi tag jegyzi. A MÁV abban reménykedik, hogy a vonaton utazók között megtalálja az új mozdonyvezetőket. Az állami nagyvállalat hangos bemondókon és szórólapokon is hirdeti az állásajánlatokat. A mozdonyvezetők mellett járműszerelőre, telepi rendezőre, váltókezelőre, valamint villamosmérnökre és pályamunkásra is szükség lenne. A munkaerőhiány oka, hogy nagyon alacsony béreket kínálnak. A mozdonyvezetők hiánya miatt sűrűbb a beosztás, mint néhány éve volt, és nem nőttek ezzel arányosan a bérek, írja az Index. Az uniós támogatásoknál az igényelhető előleget 100%-ra emelné fel a kormány, ezzel teljesen átszabva a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszak támogatási szabályait, tudta meg a Világgazdaság. A pályázati keretek több mint felét meghirdették már, de általában egy-másfél évig is eltarthat, amíg az ajánlatkéréstől az első brüsszeli számlák kiegyenlítéséig eljut egy-egy projekt. A magyar kormány hónapokkal ezelőtt kezdeményezte, hogy felemelhesse 50%-ra az előleget, az Európai Bizottság azonban nem hajlik az ilyen mértékű előfinanszírozásra, mert fedezet nélküli kifizetésnek tartja. A magyar kormány azonban ragaszkodik a tervhez, még azon az áron is, hogy a magyar költségvetés állja az előleget. Az új verzió szerint akár a támogatás teljes összegének erejéig. Egészen elképesztő alakzatot mutat Békés megyében a két új tankerület. A Békéscsabai központhoz tartozik az Orosházi és a Szarvasi járás. Az összes többi, a Mezőkovácsházi, a Gyulai, a Sarkadi, a Békési, a Szeghalmi és a Gyoma-Endrődi tankerület központja pedig a Békéscsabához nagyon közeli Gyulán lesz, értesült a Népszabadság. A lap szerint aránytalanságot mutat, hogy a jelentős kistérségi központ Orosháza klik nélkül marad. A Békés megyei hatalmi viszonyokat ismerők szerint a háttérben az húzódik meg, hogy a Fideszen belül most éppen vesztésre álló Simonka Györgyöt büntették azzal, hogy a választókerületét szétdarabolták. A Népszabadság szerint több megyében a helyi politikai erőviszonyok változását tükröző aránytalanságok fedezhetőek fel. A Spéder ügy arra hívja fel a figyelmet, hogy az államnak diszkriminációmentesen, azonos elvek alapján kellene bánni a gazdaság szereplőivel, mondta a Startban Pápa Levente.
Az együtt alelnöke szerint ma Magyarországon nem a törvények, nem az intézményrendszer, hanem Orbán Viktor akarata mozgatja az államigazgatást. Ha a miniszterelnöknek nem tetszik, hogy milyen megállapodást köt egymással a Takarékbank és az FHB, akkor megakadályozhatja a pénzügyi folyamatokat. Könyörgöm, mi köze van egy miniszterelnöknek ahhoz, hogy az egyik pénzügyi, egyik magánintézmény milyen üzleti kapcsolatban áll egy másik magánintézménnyel? Mi köze van ennek a miniszterelnökhöz? Ez a baj, hogy Magyarországon, mint a bizánci birodalomban, a miniszterelnök akarja eldönteni azt a dolgot, hogy én hánykor ébredjek föl, a postabanknak milyen részvényei meg kötvényei legyenek, és egyébként meg ön milyen fodrászhoz menjen. Ez nem megy, ez a dolog. Az a szocialisták célja, hogy migránsokkal legyen tele Európa, fogalmaz a Fidesz közleménye. Azzal folytatódik az állásfoglalás, hogy az MSZP készen áll a nemzeti érdekek feladására és Brüsszel bevándorlási politikájának végrehajtására. A nagyobbik kormánypárt Tóbiás Józsefnek, az MSZP elnök frakcióvezetőjének nyilatkozatára reagált, amelyben úgy fogalmazott, nem térnek le arról az útról, amely egy erősebb, szolidárisabb Európa létrehozásához vezet. A Fidesz erre utalva jegyezte meg, ha az MSZP-n múlna, akkor Brüsszel dönthetne a magyar emberek helyett a kényszerbetelepítésről. Az egyik legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy a Rajka-Budapest kerékpárút a ciklus végére megépüljön, vagy legalábbis nagyon közel kerüljön a befejezéshez, mondta Révész Máriusz, az újonnan kinevezett kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos a Start műsorában ma reggel. Száfolta, hogy a kinevezése kormányzati válasz lenne azokra a sajtóban megjelent tudósításokra, amelyek szerint gyenge a frissen átadott, uniós pénzekből épült kerékpárutak minősége. Bőségesen adnak turisztikai feladatot a kerékpárosok, mert csak Ausztriából 300 ezeren érkeznek évente, tette hozzá Révész Máriusz. Nyilvánvalóan nem én leszek a kerékpárutaknak a minőségi ellenőre, és hogy az se fog változni, hogy a hivatásforgalmi, tehát településeken belüli munkahelybejárást szolgáló kerékpárutak, azok elsősorban ugyanúgy, mint eddig az önkormányzatokhoz tehát fognak tartozni. Nyilvánosságra hozza a Nemzeti Emlékezet Bizottsága az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorló gépezet kulcsszereplőinek és a Nagy Imre pert előkészítő, úgynevezett kárészleg belügyeseinek nevét, tudta meg a Magyar Idők. Nagy Imre kivégzésének és újratelvetésének emléknapjához kapcsolódva jelenik meg a kék füzet, amiben pontos képet festenek a Kádár rezsim legmegbízhatóbb eltársainak életútjáról. A lista 150 fős. Ők azok, akik a Gyorskocsi utcai gyűjtőfogház harmadik emeletén egy zárt folyosón dolgoztak, ahol a kiemelt politikai ügyekben rács mögé helyezett személyek is voltak. Itt őrizték 1957 áprilisától a Nagy Imre csoport tagjait is. A részeredmények szerint Hillary Clinton nyerte helyi idő szerint kedden Washingtonban rendezett utolsó előválasztást a demokrata küzdelemben. A szavazatok több mint kétharmadának összeszámlálásából látszik, hogy Clinton fölényes diadalt aratott ellenfele Bernie Sanders vermonti szenátor fölött. Az egykori First Lady a szavazatok 79, míg rivális a voksok 21%-át szerezte meg. Az önálló közigazgatási egységnek számító Washington területén 46 delegátusról döntöttek a választók. A két politikus a voksolást követően megbeszélést folytat a további terveiről. Jelenleg felhős, esős az idő a fővárosban, de nézzük, mi várható a folytatásban országszerte. Kesztesi Máté következik. Szervusz Máté! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Felhős, nyugaton esős, északkeleten ködös, délelőtt után délután még jobban beborul az ég, és nyugatról kelet felé csapadékzóna vonul át hazánk fölött. Záporokra és zivatarokra készülhetünk, a középső és keleti megyékben villámlásra, és élénk vagy éppen erős légmozgásra. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb a levegő. Aztán a következő napokban kellemes idő várható, csütörtökön és pénteken nem valószínű csapadék, szombattól azonban újból esős időjárás veszi kezdetét, ráadásul a levegő is lehűl majd, de ez már egy következő történet. Én ezért megköszönöm a figyelmüket, minden jót önöknek, viszontlátásra. Én is köszönöm önöknek a figyelmet, 16:50-kor világhíradóval várom majd önöket, minden jót, viszontlátásra.